A magyar jogállamiság kérdéséről is szavaznak az Európai Parlament utolsó plenáris ülésén. Az EP nyilvánosságra került állásfoglalás tervezete szerint komoly aggályokat vet fel a szuverenitásvédelmi törvény és a szuverenitásvédelmi hivatal felállítása. Újhely István a választókat kérte meg, döntsenek arról, hogyan szavazzon a holnapi ülésen. Újhely Istvánnal beszélgetünk. Újhely István EP képviselőt kapcsoljuk most Skype-on. Jó estét kívánok! Kezdjük Sokrom, jó estét kívánok Strasbourgból. Hogy szavaztak, hogy szavazzon? Holnap délig lehet szavazni, úgyhogy ha valaki kedvet kap, akkor még a honlapomon megtalálja, hiszen holnap a délutáni 5 órás szavazási sávban fogunk erről dönteni. Ezt egy szimbolikus történetnek szántam itt a 10 éves EP parlamenti munkámnak a végén, hiszen újból ugyancsak szimbolikusan az Európai Parlament napirendre tűzte a magyar jogállamiság problémáinak az ügyét. 11. alkalommal néhány év alatt, szóval ez egyszerűen elképesztő, soha az Európai Unió történetében nem fordult elő egyetlen egy másik tagországi kormánnyal kapcsolatban sem. És ezért megkérdeztem a választóimat, követőimet, hogy ők hogy szavaznának a helyemben. Egyébként látom az eredményt, rengetegen szavaztak, tehát 10 000 körül járunk a szavazatok számában, és igencsak többségben vannak az igen szavazatok, és erős a tartózkodom. Tehát akkor valószínűleg meg fogja szavazni. Egyébként, ha nem kérte volna szavazásra az embereket, akkor megszavazta volna? Tehát ha ön dönt magától, akkor megszavazza? Van olyan eleme, amit igen, és lesz olyan, mert most látjuk a módosító indítványokat, most jött be néhány módosító indítvány, és lesz olyan módosító indítvány, amit nem fogok támogatni. Mi az, amit nem fog támogatni? A szélső baloldaliak, tehát a SZND-től barrább álló GUE azt javasolja például, hogy vegyék el az elnökséget a július 1-én kezdődő soros elnökséget Magyarországtól, ezt lehetetlennek tartom, óriási presztízsveszteség, inkább arra kell figyelni, hogy Orbán ne okozzon károkat abban a fél évben. Ezt például nem fogom támogatni, de a kérdésem a nézőinkhez és a közösségi médiában engem követőkhez alapvetően arra vonatkozott, hogy az egész csomagot támogathatom-e vagy sem. Az elmúlt 10 évben annyiszor fordult elő, hogy vakartuk a fejünket azon, hogy hogy kell viselkednie egy magyar európai parlamenti képviselőnek, hiszen meggyőződésem, hogy az ATV nézőinek és az én gyermekeimnek is az az érdeke, mindenünk az az érdekünk, hogy legyen forrás, ami Magyarországra eljut, de abból ne a Fidesz garázdálkodjon, hanem adja oda azoknak, akiknek ez jár, a magyar társadalomnak, a vállalkozásoknak, az önkormányzatoknak, a civileknek. Nagyon nehéz szembesülni azzal, ami zajlik, hogy a Fidesz NER médiájában más sem csinálnak, csak lehazárolóznak minket, miközben komoly szakmai munkát folytatunk, és nem pusztán abból áll az életünk, hogy védjük a magyar érdekeket az Orbán kormánnyal szemben. Én most Donát Anna arra szólította fel az Európai Bizottságot, most a hazaárulózásról jutott eszembe, mert ugye a Fidesz már reagált erre is, és ismét hazaárulózta, hogy függesszék fel az uniós pénzeket, mert a nekünk járó pénzeket. Egyetért ezzel? Ennél komplexebb a dolog, a javaslat is nyilván. Itt két dologra kell kitérni, 10,2 milliárd forintot szavarított fel az Európai Bizottság tavaly decemberben, mondván, hogy az, amit a magyar kormány vállalt, hogy az igazságügyi reformban a magyar igazságszolgáltatás a bírósági intézményrendszer függetlenségét biztosítva új jogszabálycsomagot fogad el, ez megtörtént. Viszont azóta látjuk, hogy egyébként az integritási hatóságnak sem működő képességesen hatása igazából nincs a folyamatokra. Ráadásul jött egy szuverenitásvédelmi úgynevezett hatóság és törvénycsomag, amely viszont súlyos károkat okozhat a választások tisztasága, a közélet tisztasága, a verseny, a demokrácia kapcsán. Én azt hiszem, hogy a Varga Judit által kimondott, és tök teljesen mindegy, hogy milyen módon nyilvánosságra került, de kimondott mondatok, azok súlyosan aláássák azt, hogy egyébként hihetünk-e annak, hogy biztonságban van a magyar igazságszolgáltatás. Úgyhogy azért mondtam, hogy ez egy komplexebb kérdés. A parlamentnek a holnapi döntése egyébként jogkövetkezményekkel nem jár, ez egy politikai állásfoglalás. De, ha már ezt mondja, ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság is vizsgálja a törvényt és a hivatalt, ugye ez a levelezés már megtörtént, de nem tudjuk, legalábbis nem került nyilvánosságra, hogy a bizottságnak milyen agályai voltak. Ön tud erről esetleg többet? Én úgy tudom, és ezek csak
hozzám eljutott információk, ahogy ezt megszokatták ön is, az ATV nézői is, hogy az elmúlt 10 évben azért elég jó infókat is biztosan rám lehetett számítani abban, hogy valós képet közvetítsem a magyar választók felé. Én úgy tudom, hogy a bíróság, vagy az Európai Bizottság elégedetlen a magyar kormány által megadott válaszokkal, tehát könnyen lehet, hogy itt el fog indulni a tényleges bírósági eljárás a magyar kormánnyal szemben. Egyébként tényleg, hogyha nem rólunk, a sorsunkról lenne szó, akkor ez a vicc kategóriába sorolható új hatóság lenne, inkább ez tragikomikus. Amikor meghirdette ezt a szavazást, vagy szavazásra kérte az embereket, azt írta, hogy 10 évnyi európai parlamenti képviselőség után átmenetileg elhagyom a pártpolitika mindennapi küzdőterét. Ugye holnap lesz akkor az utolsó napja. Átmenetileg hagyja el? Átmenetileg, amit persze nem tudjuk, hogy meddig fog tartani. Hát hogy tervezi? Most... Ön biztosan tudja. Meg kell mondjam önnek, és bocs, egy pillanatra hagyd tegeződjek, hiszen 100 éve ismerjük egymást, mint stúdió vendég. Meg kell mondjam neked és az egész szerkesztőségnek, aki ott ül mögötted, hogy meglehetősen emocionális számomra ez a néhány nap, hiszen tényleg sok munkát és energiát fektettem ebbe a 10 évbe, és nehéz döntés valakinek azt mondani, hogy kiszáll a napi politikából. Meg szeretném azt mutatni, hogy meg tudok élni a szaktudásomból is, és az a szakmai pálya, szakmapolitikai pálya, amit bejártam Brüsszelbe, közlekedés, turizmus, egészségügy szakmapolitikai téren, talán nem véletlen, hogy többször lettem, kétszer is lettem az év európai parlamenti képviselője, az nem egy politikai vircsapnak köszönhető, hanem egy komoly szakmai munkának. Ezért szeretném megmutatni, hogy tudok érvényesülni ilyen módon a pályán, és szeretnék visszatérni a magyar politikai arénába, akkor, amikor a politikai verseny az nyílt lesz, és tisztességes körülmények között lehet ezt lejátszani. Én megpróbáltam a saját pártomat átalakítani, emlékszik ön is rá. Kudarcot vallottam, nem sikerült átvinnem azt, amiről most másfél év után azt mondom, hogy sajnos igazam volt, hogy meg kellett volna, végig kellett volna csinálni. Nem volt elég támogató hozzá a párt felső vezető köreiben, de az, ami ma zajlik, ahogy sokszor elmondtam az elmúlt napokban, ez egy olyan pusztító tűz, amiről Dúszabolcsékkal is beszéltem az előbb, amely abban bízom, hogy odafut ki, hogy egyébként Magyarországon nyílik ismét a politikai verseny, és lehet tisztességes politikai munkával, baloldaliként, szociáldemokrataként, akár egy jobboldali néppárti pártcsaládhoz igyekvő Magyar Péterrel szemben is. De szemben vagy mellett? Mert a következő kérdésem és a záró kérdésem az lett volna, hogy az esélyközösséget építi tovább, és párt lesz, vagy beáll valaki mellé, aki most ezt a tüzet, hogy fogalmazott, tisztító tüzet, vagy pusztító tüzet hozza. Tehát támogatná-e Magyar Pétert és a Tisza pártot, vagy közeledne-e? Én szeretem ezt a jelenséget, ami most zajlik, és örülök neki. Tehát támogatom mindazt, ami zajlik. Ez egy politikai forradalom most, és nem önmagában Magyar Péter forradalma, mert akik kint vannak, azok nem egy ember miatt állnak ki. De Magyar Péter az Európai Néppártba igyekszik, és nagyon jó helye lesz ott. Én örülök neki, hogy a Fidesz felváltja egy erős magyar, új néppárti magyar delegáció, a Tisza párt. Viszont én maradnék és maradok a szociáldemokrata oldalon. Azt gondolom, hogy ott is fog nyílni politikai terep azoknak, akik szeretnének egy új európai típusú, de egy hazafi szociáldemokrata pártot építeni, de ez nem holnap lesz, szerkesztőasszony, hanem ez sokkal inkább holnap után. Én a következő 5 évben egészen biztos arra készülök, mint az előbb mondtam. Otthon az esélymozgalmat építjük, nem alakulunk párttá, de támogatunk mindenkit, aki a demokrácia újjáépítésében számít ránk. Épp ezért szurkolok az összes olyan polgármesternek, aki eddig hivatalban volt, hogy megtartsa a pozícióját, és remélem, hogy még több ellenzéki lesz. Én is fel fogom szántani a terepet, megyek egy csomó helyre kampányolni, nem egy-egy párt mellett, hanem egy-egy önkormányzati és polgármesteri jelölt mellett. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Nagyon köszönöm, és az eddigi összes bejelentkezési lehetőséget is Strasbourgból vagy Brüsszelből. Szép estét Magyarország, jövök haza nem sokára. A gyerekeim néznek, úgyhogy hello, menjetek a mondásra.